Szeretetek, köszöntök mindenkit. Egy nagyon izgalmas témával szeretnélek bátorítani és hozzáadni valamit az életedhez. Ezért nyisd meg most a szíved, a figyelmedet, koncentrálj velem együtt. Arról szeretnék beszélni Isten igéje alapján. Az élet nagy kérdései között mindig ott van, hogy mi honnan jövünk, miért születtünk és hová megyünk. Szeretném egy kicsit bemutatni mennyei perspektívából az ember életútját, hogy a kezdetek előtt mi történik, a kezdetektől fogva hogyan bontakozik ki az emberi élet, és a halál után mi történik. Úgyhogy egy ilyen rövid áttekintést szeretnék nektek adni, hiszen van egy fantasztikus könyvünk, amit a Bibliának hívunk, a könyvek könyve, ami az ember használati útmutatása, és ez azért adatott nekünk, hogy minden kérdésünkre választ kapjunk. És az Isten igéje világosan beszél azokról a dolgokról, amiket szeretnék most fölvázolni nektek. Úgyhogy kérlek, gyere velem ebbe erre a kis útra, halladj velem együtt, és szeretném bemutatni, mi történik a születésünk előtt. Hogyan éljük az életünket és a halálunk pillanatától kezdve, hogyan történik az elköltözés a más világra, és erről mit mond Jézus Krisztus. A Zsoltárok könyvéből szeretném egy verset felolvasni az ember születése előtti korszakáról. Dávid Szent Szellemtől ihletve írja ezt a Zsoltárt a 139. részében, 14-től 17-ig, azt mondja, magasztallak téged, mert félelmetes és csodálatos vagy. Csodálatosak az alkotásaid, lelkem jól tudja ezt. Csontjaim nem voltak rejtve előtted, mikor titkon formálódtam, mintha a föld mélyén képződtem volna. Alaktalan testemet már látták szemeid. Könyvedben minden meg volt írva, a napok is, amelyeket nekem szántál, bár még egy sem volt meg belőlük. Mi drágák, Uram, a te szándékaid, Istenem, mi hatalmasok azoknak a száma. Hát ez egy fantasztikus Zsoltár, egy picit beenged, betekintést ad abban, hogy mi történik a születésünk előtt. Képzeld el, mi nem a fáról jöttünk le, vagy különféle állatokkal összepárosítható lények vagyunk, az ember a teremtés koronája, a legmagasabb rangú szintű teremtés, ami annyiban is más, hogy egyedül az ember lett az atyának a képmására, az Isten képmására teremtve, tehát rajtunk vannak az atyának a nyomai. Ahogy gyakran, mikor utazom, látják a gyerekeimet, 4 gyermekem van, gyakran szokták mondani, igen, nem ismerjük őt, de süveges gyerek látszik rajta. Mert egyszerűen azok a tünetek, azok a külső dolgok vannak rajtuk, ami az apjukba és az anyjukba. És ebből látszik, hogy hozzánk tartoznak. Ugyanígy van a mennyei atyának a tulajdonságai, kormányzati joga, gondolkozásmódja, egyszerűen benne van a teremtett emberbe, mert az ő képmásának a teremtményei vagyunk. És képzeld el, mielőtt megszülettél volna, az atya álmodott felőled. Ez ugyanígy történik, mint mikor én is megházasodtam, mi szerettünk álmodozni. Álmodottunk arról, hogy hány gyermekünk lesz, hogy milyen házba fogunk lakni, milyen autóval fogunk közlekedni, és gyakran csak azzal telt el, és ez olyan szórakoztató volt, hogy elmentünk sétálni, és akkor nézegettünk házakat. És közben szőttük a mi álmainkat. És hála Istennek felettébb megáldattunk, és azt lehet mondani, hogy minden ilyen álmunk tényleg valósággá vált. Na most az atya ugyanígy, mielőtt valaki megszületik, ő megálmodja. Ő az ő szeretetéből, pozitív gondolatokból gondol egy embernek a születésére. És készít terveket. Terveket készít, és képzeld el, ezeket a terveket le is írja. A Dániel 10:21-ben van megírva, de előbb elmondom neked, hogy mi van megírva az igazság könyvében. Senki sincs, aki velem tartana azok ellen, csak Mihály, a ti vezéretek. Ez egy más kontextusban van, de van egy könyv a mennybe, amit úgy hívnak, hogy az igazság könyve. Képzeld el, mikor az atya álmodik felőled a megszületésed előtti időszakban, akkor leírja az ő álmait. Leírja azokat a terveket, amit a te megszületéseddel
el akar érni. Leírja azt, hogy mit gondolt felőled, hogy hova szeretné eljuttatni az életedet. Minden embernek a születése egy mennyei tudatosságból és akaratból történt. Még akkor is, hogy emberileg olyan véletlenszerűnek tűnik, vagy van, akit nem akartak, de egy dolgot szeretnék mondani, hogy téged akart valaki, ez pedig a te mennyei atyád, és nem véletlenül születtél meg. Tehát ebből az álomból, ebből a tervekből születik meg az ember, és mikor az álom elkészült, a terveket az atya leírta, ezt leírta egy könyvbe, amit úgy hívnak a mennybe, az igazság könyve. Ez egy nagyon érdekes és izgalmas olvasmány lesz, majd mikor az ember visszakerül a mennybe, hogy el fogja olvasni, hogy az atya mit álmodott velünk kapcsolatban, és mit tervezett, és össze tudjuk hasonlítani, hogy mi az, amit meg tudtunk élni a földi életünk során. Úgy olvassuk, hogy leíratta ezeket, úgy olvassuk, hogy a csontjaim nem voltak rejtve előtted, mikor titkon formálódtam. Ugye ez a titokban való formálódás, mintha a föld mélyén képződtem volna, pedig csak az édesanyja méhében volt. És azt mondja, alaktalan testemet már látták szemeid, figyelemmel kísérted, odafigyeltél az én fejlődésembe, és azt mondja, könyvedben minden meg volt írva. Tudod, mit jelent, hogy minden? Az összes terve, az isteni akarata, az életedre vonatkozó tervei meg voltak írva. Azt van megírva itt, hogy még a napok is, amelyet nekem szántál, bár még egy sem volt meg előlük. Ő már leírta azt, hogy 82 és fél évesen kapod meg a behívót, a visszahívót, hogy körülbelül ennyi idő az, ami neked van szánva, hogy az életed teljességre tudjon jutni a földön, és betelve az élettel majd el tudj menni. Tehát egyszerűen le van írva az igazság könyvében, és úgy fejezi be a Zsoltáros, hogy erről kijelentés kap a Szent Szellem által, mély drágák nekem szándékaid. Uram, milyen drágák, milyen értékesek a te terveid, ahogy egyetlen egy szülőt nem találsz, aki jó szívvel álmodozik a gyermekéről, hogy rosszat álmodna, hogy negatív szándékokat, negatív terveket készítene. Mennyivel inkább a mi mennyei atyánk. Tehát így indul el minden embernek az élete. Ő már tudja a napjainknak a számát. Általánosságban mindenkinek hosszú életet ígér, de sajnos a bűn által meg lesz lopva az ember élete, és mielőtt te megszülettél volna, már a mennyei atyád gondolt rád, álmodott felőled, és ezeket leírta. És mikor leírta, képzeld el, a mennybe, mikor leírta, kihirdette az angyaloknak. És akkor parancsolt az angyaloknak felőled, hogy valamelyik angyal megkapta azt a megbízást, hogy őrizzen téged minden utadon. Így, ahogy a Zsoltáros könyvében meg van írva. Most nem olvasom fel az összes bibliai idézetet, csak szabadon idézem, de miután Isten leírta a terveket veled kapcsolatban, parancsolt angyalnak vagy angyaloknak, hogy őrizzenek téged minden utadon. Utána a Szent Szellemnek szólt, felolvasta a mennyei parlament, a mennyei közönség előtt, az angyalok előtt az Istennek a terveit. És az angyalok gyönyörködtek ebben, és dicsőséget adtak az Istennek, hogy milyen jó tervet készített az ember számára. És utána ígéreteket tett Isten, és megígérte, hogy az ő terveinek megfelelően gondoskodni fog rólad, biztosítani fogja mindazt, ami szükséges ahhoz a tervhez. És ekkor elkezdett teremteni téged, belét helyezte azt az összes ajándékot, kincset, értéket, talentumot, ami ahhoz a tervhez szükséges, amit ő neked elkészített, amit leírt az igazság könyvében. És utána, amikor mindez megtörtént, akkor elhangzott az ő teremtő szava. Legyen! És ez a teremtő szó azt jelentette, hogy valaki megfogant a földön. Ez a teremtő szó azt jelentette, hogy egy fizikai folyamat elindult szellemi tartalommal, amit az ő lehelete lehelt bele abba a formálódó kis testbe, ami az édesanyja méhében elindult. Így indul az ember élete, és az igazság könyvében le van írva minden. És úgy ezért olvasunk ilyen biblia verseket tömegével az Efézus 1:4-ben, mert ő benne kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt. Mikor történt a mi kiválasztásunk? Mikor történt a te tervezésed? A rólad való álmok? Már a teremtés előtt.
a világ teremtés előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk ő előtte szeretetben. Előre el is határozta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által akarata és tetszése szerint. Tehát ő már mindent előre elkészített, elhatározott, eldöntött, és így a Prédikátor 3 pedig így mondja, hogy szépen megalkotott mindent a maga idejében, az örökké valóságot, és az emberi értelem elé tárta, de az ember mégse tudja felfogni Isten alkotásait elejétől végig, amelyeket megalkotott. Tehát figyeld meg, hogy olvastuk, a szépen megalkotott Isten mindent a maga idejében. Tehát te ki vagy? Egy alkotás vagy. Az alkotás egy picikét több, mint a teremtés. Az alkotás az a szépen megművel teremtés. Az egy különös figyelemmel, gonddal megművel teremtés. És úgy olvassuk, hogy az örökké valóságot is az emberi értelem elé tárta. Egyszerűen, mikor teremtett bennünket, beleírt egy csomó igazságot a mi lelkiismeretünkbe. Ezért van az, hogy bármelyik részén él is egy ember a világon, néhány közös dolognak teljesen a tudatában van. Nincs olyan könyv több a Földön, mint a Biblia, aminek egy része be van írva az ember lelkiismeretében. Be van írva a bűn, be van írva a 10 parancsolat, be van írva az ember lelkiismeretében, hogy mennyből jött, hogy Isten van, és van egy mennyei atya, és ezért az emberek ösztönösen elkezdik keresni az Urat. Mert mindez be lett írva a mi lelkiismeretünkbe. Tehát így indul el az ember. És van egy ígéret könyve, amiben belekerült az életednek a terve és története. Mint ahogy minden égi testnek alkotott egy pályát, és azt mondják a szakemberek, ha csak egy fokkal térne el a Jupiter, vagy a Mars, vagy bármelyik csillag, vagy égi test, gyakorlatilag katasztrófát okozna az egész univerzumban. Mert egyszerűen pontosan meg lett tervezve annak a pályája, egy igazi mérnök dicsőséges munkájára utal, ami mennyei atyánknak a teremtése. És ezért tökéletes összhangba keringenek a világ mindenségben. És képzeld el, az embernek is alkotott egy ilyen pályát. De ahogy nem adott szabadságot az égi testeknek, hogy jobbra vagy balra menjenek, az ember azért különleges teremtménye az Istennek, mert nekünk szabadságot adott, hogy a saját akaratunk szerint közlekedjünk. Ő azt mondja, hogy a legjobb, hogyha ezen a pályán megyünk, amit ő alkotott, amit ő előre elkészített, és hogyha engedelmeskedünk az Istennek, az életünk kiteljesedik, és áldásba tud járni. De mehetünk más irányba is. De annak nem jók a következményei. És ez a szabad akarat lehetősége és felelőssége is egyben. És a menny öröme győzelme az, amikor sikeresen megfutjuk ezt a pályát. Tehát az ember születése előtt ezek az események történnek, és mikor szólt az atya, hogy legyen, elindult a földi életpályánk, megfogantunk, és elkezdtünk növekedni, és megszülettünk, átjöttünk a láthatatlan mennyei világból a látható világba. A mennyei atya szívéből született mindenki, és átjöttünk a fizikai valóságban. És az antroposz, ugye ez egy gyönyörű görög kifejezés, amit az orvostudomány is használ, a tudomány is átvesz, ugye antropológia, stb. Ez a szó két fantasztikus dolgot jelent. Ez egyik pedig azt jelenti, ez a görög szó, hogy szó szerinti fordításban, hogy felfelé néző, a másik jelentése visszatérő. Gyakorlatilag ez arra utal, hogy Isten két dolgot bele tett a mi genetikánkba, hogy fölfelé néző képességgel rendelkezünk. Bennünk van az a lehetőség, hogy kapcsolódjunk ő hozzá, a menny istenéhez, a látható ember a láthatatlan Istenhez, és kapcsolódjon, és keresse ezt a kapcsolatot, mert addig nem teljes az ember élete, míg ez a kapcsolódás nem jön létre. A másik dolog, hogy vissza kell térnie. Ez arra utal, hogy valahonnan jöttünk, és valahová megyünk. Az atyától születtünk, és az atyához térünk vissza. A mennyből jöttünk, és a mennybe szeretne bennünket, ami mennyei atyánk, visszavezetni. Tehát felfelé néző és visszatérő. És amikor
elindultunk, ugye ők parancsolt az angyaloknak, ő ígéretet tett. Érdekes ez az ígéret szó, az eredeti nyelvben a Bibliában azt jelenti, hogy kihirdetett igazság mennyei garanciával. Tehát mikor Isten ígéreteket tesz, azzal összhangba teszi, azzal a tervel, azzal a szándékkal, amit ő elkészített nekünk, és azt mondja, megígérte, hogy mindent megad ahhoz, hogy meg tudjuk valósítani, amint azt a tervet, amiről ő megálmodott, ami le lett írva az igazság könyvében. És mivel a Szent Szellem hallotta ezt az isteni tervet a mennybe, ő az, aki sug nekünk, ő az, aki segít és vezetni akar bennünket itt a földi életünkbe, és láthatatlan, és néha teljes mértékben kézzelfogható módon vezet és terelget bennünket az Istennek az útjaira. Mert az ő feladata az, hogy ezt a pályát minél inkább meg tudja futni az ember. És hogyha engedelmeskedünk az Istennek, akkor nagy esélyünk van, hogy elkapjuk ezt a pályát, és meg tudjuk futni, és akkor ellen tudunk állni a gonosznak, az ördögnek, de ha nem engedelmeskedünk Istennek, akkor a saját pályát kezdünk futni, ott nincs ígéret, ott nincs mennyei támogatás, ott teljes mértékben az ember a saját erejére tud csak támaszkodni. És ilyen módon miután megszülettünk, két befolyás aktiválódik minden ember életében. Az egyik befolyás a mennynek a befolyása, ami az angyalok terelgetése és a Szent Szellemnek a munkája az életünkbe. És az Isten embereinek a segítsége minden ember számára. A másik befolyás egy gonosz ördögi befolyás, ami a romlást, a pusztulást és a károkat akarja felszabadítani minden ember életében. És az ember felelőssége, hogy kinek enged, melyik befolyás felé nyitja meg magát. Ha az ördögi befolyás felé nyitja magát, akkor az élete a romlásé lesz, és messze nem tudja ezt a dicsőséges pályát megfutni. Hogyha a mennyei atya felé nyitja meg a szívét, akkor ez a befolyás a Szent Szellemnek a befolyása lesz, az Isten igének a befolyása, ami előre viszi az embereknek az életét. Tehát itt az ember engedelmessége, nyitottságától nagy mértékben függ az életünk. És a Szent Szellem azért jött el, hogy megtérésre vezessen. Miután megszülettünk, felnövünk, hogy eljöjjön az a pillanat, amikor kapcsolódunk a mennyei atyához. Az Úr sokat dolgozik azon, az angyalokon keresztül embereket indít, hogy visszavezessen minden embert az atyával való kapcsolatba. Mert egyszerűen mi így lettünk teremtve. Az ember nem tud működni, van egy adó meg egy vevő. Az adó az atyánál van, a vevőkészülék nálunk van. Ennek a kettőnek össze kell hangolódni, és akkor a mennyei dolgok át tudnak jönni az életünkbe. Amikor összehangolódunk a mi mennyei atyánkkal Jézus Krisztusban. Ezt az összehangolódást nevezi a Biblia megtérésnek, újjászületésnek. Amikor rendezzük a mi bűneinket ővele, és Jézus Krisztus és az ő kereszthalála tette lehetővé, hogy egy út készült, hogy visszatérjünk az atyával való kapcsolatba. Mert az ember nem tud teljes életet élni addig, a teremtő Isten, még a teremtett ember nem kerül összhangba. Addig az ember kereső lélek, mindig keres valamit, keresi az igazságot, boldogságot, életének az értelmét. De amikor találkozol Jézus Krisztussal, akkor megtalálod. Akkor a te vevőkészüléked összehangolódik a mennyei adóval, és átjön az Istennek a békessége, a mennynek a tisztasága, a Szent Szellemnek az öröme, az Úrnak a dicsősége átjön az életedbe. Ezért bátorítalak téged, hogy a legjobb életforma az lehet, ha mennyei atyának az álmaiba beleilleszkedünk. Hogyha az Isten tervébe, hogyha az a pálya, ami elkészült neked, hogy elkezdesz abba beleilleszkedni, mert annak van egy mennyei hátszele, egy mennyei támogatása, amit áldásnak nevez a Biblia, hogy az alapján tudj egy teljes életet élni. És természetesen van egy láthatatlan ellensége, az ördög, aki azon dolgozik, hogy minél inkább eltérítsen, hogy meggátolja az atyával való kapcsolatfelvételt, vagy ha már nem tudta meggátolni, akkor akadályozza, hogy engedelmes viszonyt alakítsunk ki, és az ő terveit tudjuk megvalósítani. És ezért fontos, hogy ellen tudjunk állni az ördögnek, és engedelmeskedni tudjunk Istennek. Mert hogyha nem állunk ellen az ördögnek, a bűn, ami
a héberbe céltévesztést jelent, tehát, hogy azt az isteni tervet, pályát, ami nekünk előre el lett készítve, azt nem tudjuk elérni, hanem mint a félrelőtt nyilvessző, mellé megyünk ennek, és így nem tudunk egy betelt, kiteljesedett életet élni. És ezért fontos, hogy megismerjük az Istennek az útjait. Tehát, ahogy az első könyvben meg lett írva, ez volt az igazságkönyv a mennybe, ahova leírták azokat az információkat minden ember életéről, amit az Atya álmodott és tervezett. Érdekes, hogy Jézus Krisztus mit mond a Zsidó 10:7-ben? Azt mondja, hogy akkor ezt mondtam, imé itt vagyok, amint a könyvtekercsben meg van írva rólam, hogy teljesítsem a te akaratodat, Istenem. Jézus Krisztus volt az a személy, aki tökéletesen megélte, megfutotta azt a pályát, az Atya szándéka és álmai szerint, ő tökéletesen beleilleszkedett, tökéletesen engedelmeskedett, és tökéletesen betelve az élettel, az Isten akarata szerint megfutotta ezt a pályát. És hogy mondja itt Isten igéje? Jézus Krisztusról. Ami a könyvtekercsben meg van írva róla, Jézus Krisztus volt az, aki 100%-ban megvalósította az Atyának az álmait. Ami meg volt írva az igazságnak a könyvében. És adja az Isten, hogy te magad is meg tud valósítani az Atyának az álmait. És tehát nagyjából így indul az embernek az élete. Utána az életünk folyamán egy nagy harc zajlik a láthatatlan világban azért, hogy kapcsolódni tudjunk a mi atyánkhoz Jézus Krisztus által. Ezt a háborút Jézus Krisztus nyerte meg a kereszten, amikor legyőzte Lucifert, és a mi bűneinknek a terhét, büntetését vitte fel a keresztfára, és őróla olvassuk a Bibliában, hogy ő lett így megváltóvá, szabadítóvá, gyógyítóvá az ember számára. Ő volt az út, az igazság és az élet. Tehát ő készítette el az utat az atyához, ő mutatta be az Isten igazságát, hogy életbe, áldott életbe és örök életbe tudjunk részesülni. És ez, ennek a harcnak a gyümölcse az volt, hogy miután Jézus teljesítette a küldetését, az van megírva a Bibliában, hogy miután legyőzte az ördögöt, a fejére taposott, és megtörte azokat a gonosz fegyvereket, amelyekkel megrabolta, kifosztotta az emberiséget, utána úgy olvassuk, hogy föltámasztatott, és a húsvét hajnalán egy teljes diadalt vett, és visszament a mennybe, és övé minden hatalom és dicsőség, és ő lett a királyok királya, uraknak az ura, aki elkészítette az utat az emberiség számára. És azt olvassuk, hogy miután visszament Jézus a mennybe, a kereszthalála és feltámadása által a tökéletesen megfutott pálya miatt jutalmul megkapta azt a jogot a Jelenések könyve 5. rész 9. versében, és erről énekeltek az angyalok, hogy méltó vagy arra, hogy átvedd a könyvet, és feltörd annak pecséteit, mert megölettél és véreddel vásároltad meg őket, Isten minden törzséből, nyelvből, minden nemzetéből. A megváltás, a kereszthalál, az áldozat, tette jogosultá Jézus Krisztus, tudod mire? Hogy átvegyen egy újabb könyvet, hogy megnyisson egy újabb könyvet. Ez a könyv pedig az életnek a könyve. Ez a könyv arra adatott a mennyben, ugye beszéltünk az igazság könyvéről, amiben minden ember életútja, az Atya álmai tervei le vannak írva. Ez a második könyv, aminek nagy szerepe van az ember életében, ez az életnek a könyve. Ez a könyvet Jézus Krisztus lett méltóvá arra, hogy megnyissa. Ebbe a könyvbe úgy olvassuk, hogy nem kerül be mindenkinek a neve az élet könyvébe. Abban a pillanatban, hogyha valaki fölismeri, hogy Jézus Krisztus az Úr, abban a pillanatban, hogy valaki elfogadja a kereszt áldozat áldását, abban a pillanatban, amikor valaki bocsánatot kér az atyától,
a bűneiért. Abban a pillanatban, amikor valaki megvallja, hogy Jézus Krisztus az Úr, az Atya Isten dicsőségére, és elfogadja az ő kereszt áldozatát, a megváltást, abban a pillanatban az ember megtérés újjászületik. És a mennyben egy nagyon fontos esemény történik, hogy ez a könyv, ami megnyitatott Jézus Krisztus miatt, az életkönyve, mindenki, amikor megtér, amikor megvallja Krisztusba vetett hitét, beleiratik ebbe a könyvbe, és a neve be lesz írva a báránynak az életkönyvébe. Úgy olvasok a Jelenések 21-ben. A tisztátalanok pedig nem jutnak be oda a mennyek országában, sem olyanok, akik utálatosságot vagy hazugságot cselekesznek, hanem csak azok, akik be vannak írva az életkönyvébe. Tehát ennek egy óriási jelentősége lesz, hogy bekerüljön a neved a megváltás által, Jézus Krisztus által az életnek a könyvébe. Mózes itt dilemmázik is egyszer az atyával, ahogy beszélget imában a 2 Mózes 32-ben. Azt mondja, mert ha nem, azt mondja, bocsáss meg vétküket, mert ha nem, akkor törölj ki engem a könyvedből, amelyet írtál. Az Úr így felelt Mózesnek, csak azt törlöm ki a könyvemből, aki vétkezett ellenem. Tehát gyakorlatilag Mózes annyira oda tette az életét ezért a népért, és látjuk, hogy ebbe a könyvbe be lehet kerülni, de ki is lehet kerülni. A megtérés által tudunk bekerülni, és a kegyelem által tudunk bent maradni, hogy célba is érjünk, mert nem elég megtérni, hanem fontos célba érni. Erről az ige így mondja, hogy mindaz, aki álhatatos lesz, az fog üdvözülni. És tehát be lehet kerülni az élet könyvébe. A Filippi 4:3-ban úgy olvassuk, hogy Kelemennel és a többi munkatársammal is, akinek a neve benne van az élet könyvébe, Pálnak van egy jó bizonyossága, meggyőződése erről, hogy benne van a neve az élet könyvében. És a Jézus beszél erről a könyvről, a Lukács evangélium a 10. része 20. versében is, amikor azt mondja a tanítványoknak, mikor kiűzik a démonokat és örömmel jönnek vissza, azt mondja, de ne annak örüljetek elsősorban, hogy a szellemek engedelmeskednek nektek, hanem inkább annak örüljetek, hogy a nevetek fel van írva a mennyben. Tehát az életkönyv az egy stratégiai könyv, és ha megtértél, akkor legyél meggyőződve arról, a Szent Szellem által az Isten igéjében, hogy a neved benne van az életnek a könyvében. És tudod, egyszer, mikor eljutsz oda, hogy el kell menned, egyszer, mikor letelik a napjaidnak a száma, és vigyázz, hogy ne legyen meglopva a napjaidnak a száma, mert a nagy tolvaj meg akarja lopni az ember napjainak a számát. Különféle bűnök miatt meg akarja rövidíteni. Sajnos a Földön az emberek egy jelentős százaléka nem tudja megélni a teljességet, hanem meghal 20 évesen, 30, 40, 50 évesen idő előtt, mert meg lett lopva betegségeken keresztül, bűnökön keresztül. De ha te engedelmes viszonyban vagy az atyának, atyával, akkor meg tudod élni a hosszú életet, az áldott, kiteljesedett életet, és úgy tudsz majd elmenni, betelve az élettel. Betelve az élettel. És mikor eljön a te meghívód, és vissza kell menni, tudod, egy óriási jelentősége lesz annak, egy óriási jelentősége lesz annak, hogy benne van a neved az életkönyvében. Ugyanis, mikor meghalunk, mikor eljön az a pillanat, hogy el kell mennünk, amikor az atya visszavonja azt a leheletet, azt a teremtő szót, amit kimondott velünk kapcsolatban, abban a pillanatban, ami testünk egy életlen, élettelen por halmazzá, élettelen matériává válik, ami porból lett és porrá lesz. De tudod, mindenkinek vissza kell térni. Ha hitt Istenben, ha nem. De sokkal jobb úgy visszatérni, hogy élő reménységed van, tudod, honnan jöttél és hová mész, és békességed van az atyával. És amikor visszatérsz a mennyben, azt mondja a Biblia, hogy a halálunk pillanata, tudod, hogy következik el? Hogy kileheljük a mi szellemünket. Jézusról is ez van megírva, amikor meghalt, kilehelte az ő szellemét. Abban a pillanatban a testünk egy értéktelen matériává válik, mert az érték bennünk az identitás, a mi lelkünk és a mi szellemünk. És amikor a visszatérő, a atya megfújja a trombitát, és vissza kell térnünk, akkor összecsuklik a mi életünk, a mi testünk, és élettelenné válik, és porból lettünk, porrá leszünk. De a mi lelkünk, szellemünk visszamegy az atya elé. Úgy olvassuk a Bibliában, hogy a halálunk pillanatában jön valaki értünk.
Jön valaki érted. Tudod, ki jön érted? Akihez tartoztál. Ha te az atyához tartoztál, a mennyei világhoz tartoztál, beléptél az Isten országába, királyságába, a mennyek királyságába, akkor tudod, ki fog jönni érted? Az angyalok jönnek érted. Az atya küldte egyenesen, hogy a te lelkedet, szellemedet vigyék föl az ő jelenlétében, az Ábrahám kebelébe, az atyának a szeretetébe, a mennynek a dicsőségébe. És ez annyira látszik, hogy ez tényleg így történik. De az is igaz, hogyha valaki nem megbékülve halt meg, nem rendezte a kapcsolatát Istennel, nem sikerült erre a mennyei pályára ráállni, amit vele kapcsolatban tervezett az atya, az az egész életében békétlen, nyugtalan és kereső lesz. És a halálánál nem lesz reménysége. Nem lesz reménysége, mert egy olyan sötét, nihil elé néz, ami döbbenetes és nagyon nehéz lehet. És akkor démonok jönnek érte, mert a világ fejedelméhez tartozott. Nem kapcsolódott az atyához, az adóvevő nem kapcsolódott össze, mert vannak más adók is. Az ördögi világnak is vannak adói. Az okkultizmus és mindenen keresztül össze akar kapcsolni bennünket Luciferrel. De ne engedd, hogy ezek az adóvevők erre legyenek ráhangolva, hanem a te mennyei atyádra. És tudod, az jön érted, akihez tartoztál. Amikor el kell menned, az jön érted, akihez tartoztál. Én nekem sok megtiszteltetésben volt részem sok embert az élete utolsó pillanataiban tudtam feléjük szolgálni. És ez annyira nyilvánvaló. Tudjátok, az életünk utolsó pillanataiban már nincs minkelés. Ott képmutatás nélkül látjuk a valóságot. Ott kiderül, hogy valaki, hogy van reménység, vagy nincs. Rendezette a kapcsolata, vagy pedig nem. Az Isten békességébe megy el, mint ahogy Pál mondja, hogy ott mindennél jobb lesz, vagy pedig egy gyötrelem, rettegés van az életében. És emlékszem arra a fiatal emberre, egyszer a kórházi ágyán látogatta meg, 30-valahány éves fiatal férfi volt, aki istentelen, káromkodó ember volt, és az Isten csak szitta, és abszolút nem foglalkozott ezzel, és egy fiatal korában megtámadta a rák, és nem tudtak rajta segíteni az orvosok, és 30 év körül eljutott oda, hogy lemondtak róla. És az egyik ismerőse hívő volt, és mondta, hogy menj be, pásztor, ha teheted, imádkozz érte, mert lekötözték az ágyára, mert mindenféle hallucinációi, jelenései vannak, és különösen éjszaka a sötétben ott kiabál, mert olyan démoni gyötrés alatt van. És mondta, hogy menj be, pásztor, szolgálj felé, hát, ha megmenekülhet még az ő lelke. És mikor bementem az orvosoktól, kértem a lehetőséget, erre nem ajánlották, mert közveszélyes is lehet, lekötözték az ágyához, borzasztó állapotban volt, lefogyott, és az életének az utolsó küzdelmét vívta. És emlékszem rá, amikor azért imádkoztam, hogy tudja, hogy legalább normálisan tudjak vele kommunikálni, és mikor bementem hozzá, akkor látszott ez a borzalom, ami rajta volt, hogy a démonok eljöttek érte, és már gyötörték őt, és reménytelenül ott vergődött, és elkezdtem érte imádkozni. Akkor kiózanodott, és utána megosztottam vele az evangéliumot, hogy Jézus Krisztus a szabadító, és egy csodát láttam. Az életének az utolsó pillanataiban egy óriási csodát láttam. Tudjátok, mi volt ez? Dadogó szavakkal behívta Jézust az életébe. És egy olyan békességet kapott. Egy olyan kegyelem jelent meg a szobába. Az a gonosz ördögi atmoszférát elűztük az Úr Jézus nevében, és kértem az orvosokat, hogy oldják föl, és teljesen békességben elaludt. Nem is tudtam már tőle elköszönni. Azt hittem, már meg is halt, de akkor még nem halt meg, csak másnap. De olyan békesség volt, mosoly volt az arcán, és másnap bement ez a hívő rökön, azt mondja, pásztor, nem lehetett ráismerni, még már nem tudtak utána vele beszélni, de azt mondja, még az arca is mosolyba volt, és tudjuk, hogy az angyalok jöttek el, hogy az életének az utolsó momentumában sikerült az ördögi, rabló, pusztító, emberölő kezéből és a démonjainak a kezéből kimenteni ezt az embert, és az angyalok vitték fel az atya jelenlétébe, mert az utolsó pillanatban kegyelmet kapott. Tehát amikor vissza kell térnünk
Ott nem fogunk tudni sminkelni. Ott Jézus Krisztus által tudunk csak megállni az Atya igazságában. Ezért bátorítalak, hogy tedd rendbe az életedet, hozd össze a benned lévő vevő készüléket, ami ott van a te szellemedbe. A Szent Szellem által össze tud kapcsolódni az Atya adójával. De láttam egy másik olyat is, másik történetet mesélek, ami egy pozitív történet. Emlékszem, Erdélyben voltunk egy édesanyához hívtak el imádkozni, aki nagyon beteg, de mondták, hogy minden rendben, ő megtért, ő már az úré, már elég idős is volt, tehát úgy tűnt, hogy ő betelve az élettel megy majd el, és bementünk, hogy megáldjuk ezt a mamát, ő már nem is volt magánál, kómában volt, és ott feküdt, mondták már, vagy 2 hete mesterségesen táplálják, és egy ilyen kómában, vagy én nem is tudom orvosilag, hogyan diagnosztizálták ezt a szituációt, de nem tudtunk vele beszélni. És bementünk, csendben megáldottuk, az Úr kezébe tettük le, és kértük, hogy vegye magához. És ahogy megáldottuk, utána ott beszélgettem egy másik pásztorral voltam, ott beszélgettünk az ágy mellett, és egyszer egy nagyon különleges jelenet játszódott le, ami számunkra is elég ijesztő volt. És ezt a jelenetet soha nem felejtem el. Ez a mama, aki ott elernyedve, alig élve ott feküdt, egyszer csak hirtelen fölült. Mind a ketten megrettentünk. És mereven egy távoli pontra tekintett. És annyit mondott, hogy jövök, Uram! És abban a pillanatban elernyedt keze, és visszaesett az ágyra, és meghalt, és kilehelte a lelkét. Tehát ott a visszatérő visszahívták. Hallotta az Úrnak a szavát, hogy visszahívja az embert. A Zsoltárok könyvében pont így is van megfogalmazva, hogy visszahívod a visszatérőt. És ez az asszony elköltözött. Az angyalok vitték el őt. Először kicsit ijesztő jelenet volt, de tudtuk, hogy teljes békességben és örömben történik az ő visszatérése. Tehát vissza kell térnünk az életünk végén, és nem mindegy, hogy kinek engedelmeskedünk. Tehát beszéltünk az igazság könyvében, ahova az Atya az álmai terveit írta le. A második könyv a mennyben az életkönyve volt, ahova azoknak a neve kerül be, akik rendezték a kapcsolatukat Jézus Krisztus által. És nézzük a harmadik könyvet, és ezzel szeretném befejezni. Van egy harmadik könyv is a mennyben. Tehát a mennyei adminisztráció nagyon pontos, nagyon valóságos. A Malakiás 3.16-ban olvasunk erről. Amikor erről beszélgettek egymás között, akik félik az Urat, az Úr figyelt, és meghallotta, és beírták egy könyvbe az Úr előtt emlékeztetőül azokat, akik őt félik, és megbecsülik a nevét. Figyeled, van egy harmadik könyv. Eznek a harmadik könyvnek a neve az emlékkönyv. Nem tudom, hogy emlékszel-e még az én korosztályomban, az iskolában divat volt a lányoknál különösen is emlékkönyveket készíteni, és akkor barátoknak bele kellett írni, rajzolni, stb. Az egy picit más világ volt még, és diákkorunkban egymás a lányok emlékkönyveibe írtunk, és az egy érdekes, különleges dolog volt. De képzeld el, hogy a mennybe is van egy ilyen emlékkönyv. Tudod, mi kerül ebbe az emlékkönyvbe? Úgy olvasuk, hogy beírták egy könyvbe az Úr előtt emlékeztetől azokat, amit mondunk, amit cselekszünk, és hogy féljük-e az Urat, és megbecsüljük-e az ő nevét. Tehát képzeld el, hogy éled az életedet, minden fontos, jelentősebb eseményről emlékeztető kerül. Fönt a mennybe följegyzik ezeket, hogy mit tettél, mit mondtál, hogyan reagáltál, mik voltak a döntéseid, hogyan alakultak a mindennapjaid, és az életed stratégiai döntései ott vannak fölírva az emlékkönyvbe. És a beszélgetéseink, cselekedeteink fel vannak jegyezve az életünk során. Gondolj csak végig, ez az emlékkönyv az, ami lepereg a klinikai halálba, akik voltak, és ugye ez az agyhalál állapota, amikor nagyon sokan ugyanazt az élményt mesélik el, hogy lepereg előttük az életük, mint egy film. Függetlenül attól, hogy hittek, nem hittek, mindig ugyanez az esemény történik. Na ez az, amikor az emlékkönyvnek a digitális változatával találkoznak, amikor lepereg előttük az életük legfontosabb döntése. És képzeld el, amikor majd meg kell állnunk az Isten előtt, amikor az angyalok fölvisznek az Atya elé, vagy a démonok viszik el a lelkünket, mindenkinek meg kell állni az Atya előtt, mint visszatérők.
oda fogunk menni az Isten előtt, mert minden ember az Atya szívéből indult. Az ő teremtményei vagyunk. És akkor ennek a három könyvnek rendkívül nagy jelentősége lesz. Tehát az igazságkönyve, ahova az Atya tervei, szándékai vannak leírva. Az életkönyve, ahova csak azoknak a neve került be, akik megtértek és újjászülettek, és a harmadik az emlékkönyv, mindenkiről iratik emlékkönyv, hogy mit beszéltünk, cselekedtünk és döntöttünk. És ez alapján fog történni az ítélet. Ez alapján fog történni az ítélet, és meg kell állnunk mindegyikünknek az Isten előtt. És tudod, mi fog történni, mikor megállunk? A Dániel 7:9-10 ezt mondja, azután ezt láttam, trónokat állítottak föl, és egy öregkorú, ez egy elég furcsa kifejezés ebben a fordításban, ez inkább azt jelenti, hogy örökkorú, örökké élő, tehát Isten személyére utal, helyet foglalt, ruhája fehér volt, mint a hó, fején a haj, mint a tiszta gyapjú, trónja olyan volt, mint a lángoló tűz, és annak kerekei, mint az égő tűz. Tűz folyam fakadt és áradt ki előle. Ezerszer ezren szolgáltak neki, tízezerszer tízezerren álltak előtte. Összeült a törvényszék, és könyvek nyitattak meg. Tehát egy mennyei parlament összeült, ezrek és ezrek, tízezrek és tízezrek, ott vannak az angyalok sokasága, és a teremtett lények sokasága, a mennyei és a földi lényeknek a sokasága. Ott állnak, és összeült a mennyei törvényszék, és az Atya elfoglalja a trónt, mert ő az igaz bíró, Jézus Krisztus az igaz bíró, és könyvek nyittatnak föl. Tudod, milyen könyvek nyittatnak meg? Kinyittatik először is az igazságnak a könyve. Utána kinyittatik az életnek a könyve. És utána kinyittatik az emlékkönyv. És tudod, így olvasunk erről a Jelenések 20:12-15-ben, János apostol belelátott ebbe az ítéletbe, és láttam, hogy a halottak, a nagyok és a kicsinyek a trónus előtt állnak, és könyvek nyittatnak meg. Milyen könyvek? Az igazság könyve, az életnek a könyve, és az emlékkönyv. Még egy könyv nyittatik ki, az életkönyv. Tudod miért? Miért mondja, hogy még egy könyv? Mert mikor odaáll minden ember, az antroposz, a visszatérő, a felfelé néző, odaáll az Atya elé, először az igazság könyve nyittatik. És mikor ott fogsz állni, és fölolvastatik, hogy az Atya mit tervezett felőled, meglátod az Úrnak a jóságát, a dicsőségét veled kapcsolatban, fölolvastatik mindaz, hogy mi az, ami a földi pályádon meg lett tervezve, mi az, amit neked ajándékul adott, mi az, amit előkészített neked Jézus Krisztusban, és fölolvastatik az igazság könyve. És az ember akkor minden ember meg fogod döbbenni az Atya szeretetén, jóságát, ott fogja igazából megismerni, színről színre meglátni, hogy milyen jó az Úr az emberekhez. És utána úgy olvasok, még egy könyv nyittatott ki, és másodjára megnyittatik az életkönyve. Ez az egyik stratégiai könyv. Itt egy picit csend lesz ebben az időszakban, mert ott dől el a legizgalmasabb dolog, hogy az ember jogosult-e a mennyei örökségére, hogy rendezte a kapcsolatát, megtérte, újjászületette, és megnyitatik az életkönyve, és az angyal föllapozza, és keresni fogja annak az embernek a nevét. És ott csend lesz. Ott lesz-e a neved? Csak azoknak lesz ott a neve, akik a földi életük során Jézust Úrnak vallották. Elfogadták a megváltói munkát, a kereszthalált, a hitüket, a reménységüket ebbe vetették, a Krisztus kegyelméből éltek. És az ő döntésük, a megtérésük valóságos volt. Ott nem fog számítani, hogy katolikus voltál, evangélikus, vagy ide jártál, oda jártál. Egy fog számítani. Rendezted-e a kapcsolatot? Összekapcsolódott-e a te vevőkészüléked a mennyei Atya adókészülékével? És tudtad-e venni ezeket az impulzusokat? És azt mondja, könyvek nyittatnak meg. Még egy könyv nyitatott ki, az életkönyve. És a halottak a könyvbe írottak alapján ítéltettek meg cselekedeteik szerint. És miután valaki el lett fogadva, mert benne van az életkönyvébe, vagy el lett utasítva, az az ember összeomlik.
az ítélet alatt. És az az ember pedig, aki el lesz fogadva, mert ő elfogadta Krisztust. Tudod, ezért van a földi életnek egy nagyon fontos jelentősége. A földi életnek egyik fontos küldetése, ne felejtsd el, hogy megbékülj az atyával, hogy elfogadj Jézus Krisztust. Ez egy nagyon fontos küldetésünk. És utána még egy könyv nyittatik ki, ami alapján meg leszünk ítélve. Tudod mi? Ugye megnyitatott már az igazság könyve, az atya terve. Az életkönyve, hogy bemehetsz a mennybe, vagy nem. És a harmadik, az emlékkönyv. Látni fogod a teljes életedet, az első lehelettől fogva, a halálod pillanatáig, a döntéseidet, a beszédeidet, a cselekedeteidet. És tudod, mi alapján történik az ítélet? Össze lesz hasonlítva. Az Isten eredeti szándéka és terve, és hogy mennyit tudtál abból megélni. Lesznek életutak, amik teljesen mások lesznek. És az az ember rá fog döbbenni, hogy micsoda dicsőséges életet élhetett volna, és nem engedelmeskedett az Istennek. És lesznek olyan életutak, amelyek szinte tökéletesen meg fogják élni az atya tervét, és az Úrnak a dicsősége lesz ebbe benne. És lesznek olyan életutak, amelyek részlegesen élték meg az atya tervét. És sokan rá fognak döbbenni, hogy azok a szükségek, amik nem lettek betöltve a földi életük során, a mennyei tervbe benne voltak, de mivel nem engedelmeskedtek az atyának, nem tudták birtokba venni. És ez alapján lesznek megítéltetve. Kétféle ítéletről beszél a Biblia. A kárhoztató ítélet azokat fogja sújtani, akik az istentelenül haltak meg, nem békültek meg az atyával. Akik megbékültek, azoknak nem lesz károsztató ítélet. Azoknak számon kérő ítéletük lesz. De ez kegyelemből fog történni, hitáltal az Úr Jézus Krisztus nevében. És úgy olvassuk, hogy ha valakit nem találtak beírva az élet könyvébe, az a tűz tavába vetteték, ami az ördögnek és az angyalainak készített. És ez az ember igazi tragédiája. És adja meg az Isten, hogy elkerüld ezt. Adja meg az Isten, hogy elkerüld ezt. Ezért törekedj arra, hogy közeledj az Istenhez, és ő is közeledni fog hozzád. Törekedj arra, hogy megismerd Jézus Krisztust, és mindazt, amiért elküldetett erre a földre. Nem véletlenül van az, hogy Jézus kereszthalála és feltámadása az az origója az emberiségnek, hogy ketté lett osztva az idő rendje az emberi történelemnek Krisztus előtt, Krisztus után. Mert ez így van a személyes életben is. Ha találkozol Krisztussal, egy új élet kezdődik. Egy új időszámítás kezdődik. És adja az Isten, hogy ez megtörténjen a te életedben. És bátorítalak, hogy ez a mennyei, mennyből adott vevőkészülék, ami benned van, amit a Szent Szellem tud munkálni. Figyelj arra, hogy meg tud élni azt a pályát, ami neked elő lett készítve, és vigyázz, hogy mire építesz, mert megvan írva a Jelenések 3:5-ben. Aki győz, az öltöztetik fehér ruhába. Annak a nevét nem törlöm ki az életkönyvéből, hanem vallást teszek a nevéről az én atyám előtt és az angyai előtt. És tudod, mikor az életkönyvében benne lesz a neved? Jézus Krisztus fog előállni ott a mennyei dimenziókban, és azt mondja az atyának, atyám, ő az enyém, én ismerem őt, ő az én gyermekem, ő megtért hozzám, ő elfogadta azt, amit tettem érte a kereszten. Ő az enyém, és senki sem ragadhatja ki őt az én kezemből. Az atya előtt így fog Jézus bizonságot tenni rólad. És némelyeknek az kell, hogy mondja, bármennyire fájni fog a szíve, hogy nem ismerlek benneteket. Nem ismerlek benneteket. Mert mikor hirdették nektek az evangéliumot, amikor jöttek, küldtem hozzátok embereket, amikor megtértek a rokonok, ismerősök, munkatársak a környezetetekben, és beszéltek Jézusról, ti kinevettétek őket, ti elutasítottátok őket, és engem utasítottatok el. Nem ismerlek benneteket. Ez egy nehéz pillanat lesz, de némelyeknek örömteli pillanat lesz, mert Jézus vallást tesz az ő nevéről. Úgyhogy, drága barátom, szeretném, hogyha tudnád, a mennyei nézőpontból így néz ki az életút. És én szeretek repülni. És a repülőről egészen másképp néz ki a földi pálya, a földi élet, mint innen földi perspektívából.
és felejtsd el azokat a teóriákat, amik a keleti misztikával próbálják a nyugati ember éhségét betölteni mindenféle hazug, hamis tanokkal, hogy reinkarnáció majd a következő életedben. Nincsen ilyen. Azt mondja az ige, hogy halál után ítélet következik. Nem újabb és újabb létformákban újjászületés. Az újjászületés azt jelenti, hogy meg kell térnünk Jézus Krisztushoz. Ezért ilyen szalmaszálakban ne higgyél, és ne kapaszkodjál. Mert Jézus Krisztus az út. És az van megírva, ezzel szeretném befejezni, amint elrendeltetett, hogy az emberek egyszer meghalljanak. Azután pedig ítélet következik. Így Krisztus is egyszer áldoztatott fel, hogy sokak bűnét elvegye. Másodszor majd a bűn hordozása nélkül fog megjelenni, akik várják az ő üdvösségét. Tehát elrendeltetett, hogy az antroposz, a felfelé néző visszatérő egyszer visszatérjen. Elrendeltetett, hogy a kegyelem, a megváltás neked is ajándékul adatott. Fogadd el azt, és egy más életminőség lesz a földi pályádon, és örök élet, és örök örökség fönt a mennyei világban. Isten áldjon meg téged, és bátorítalak, hogy gondold el, hogy hol vagy te ebből a mennyei nézőpontból, hol van a te életed, és közeledj az Istenhez, Jézus Krisztus által, és ő is közeledni fog hozzád, és találkozni fogsz vele. A Jézus nevében. Isten áldjon meg!